Na jöjjön most a következő vendégünk, ő pedig nem más, mint Tipcsi, szintén nagyon izgalmas produkcióval készül. Gyere, Tipcsi! Kitalálni, hogy te kinek drukkolsz, vagy ugye ki a kedvenced a világban, hogy csak nehéz. Nem a Lekosz. Hát rátalálok. Ki más? Hajrá, gyerünk, tiéd a színpad. Hát én az Alekosz imitátor vagyok. Nem találtuk volna ki. Bocsáss meg, hogy beleszólt. Csak elmondom. És, na, mondom. Tudom, most is engem nézel. És érzem, most is rám figyelsz. Te vagy életem legnagyobb szerelme. Én úgy viselkedek veled, mint édesapám, édesanyámmal. Ennyi. Ennyi. Ez óriási volt. Nagyon szépen köszönjük, Tipcsi, engem is megleptél. Most halljuk azért a fiúk véleményt, akik szinte tátott szájjal ülnek ott. Hát többet vártunk. Például az, hogy meghallgatja a véleményezést, most nagyon érdekli. Tibi! Hát hozzád beszélnek! Dobd le magad! Láttam, koktél meg van szivarba, jó vagy! Dobd le magad! Jó, hát jól érzi magát! Mondj, egy kérlek! Egy ilyen PIMP-s bot kellett volna, egy nagy bot, mert kis ember az nagy bot. Na, srácok! Nagy poént vele, de Viktornak van egy győztes mondjatok nekem, kérlek! Viktor, Tomi, egy győztes mondjatok nekem, hogy szerintetek ki volt a legjobb? Figyeljetek! Igen! Okay, ennyi volt? A produkciók igen. Gyorsan egy nevet kérek, azért ezt szerintem el tudtátok ennyi idő alatt dönteni. Én az Alekosz imitátor nyert. Komolyan? Ez. Hát Tipcsi! Megnyerted ezt a kört. Ugye azt tudjuk, Viktor, hogy nagyon sokan szeretnek parodizálni, és hát a villalakók közül is vannak elég sokan, akik nagyon szeretik ezt a műfajt, ezt most megnézzük.